katinyi áldozatokról emlékeztek meg április 12-én Óbudán a Katinyi Mártírok parkjában. Egységet és összetartozást jelentő megemlékezés a mai, mert a két nép története a szabadságért vívott sok évszázados harcban eltéphetetlenül összefonódott. Jól tudjuk, a katini vérengzés csak egyike volt a kommunista hatalom által elkövetett szörnyűségeknek. Közös múltunk történelmi tanulsága, hogy soha semmilyen körülmények között nem lehet legitim olyan hatalom, amely szélsőséges politikai, ideológiai nézetekből táplálkozik. Tagadhatatlan tény, hogy amint Katyin igazsága, úgy az 56-os magyar forradalom is szerepet játszott Közép-Európa szerte a mai független, demokratikus jogállamok létrejöttében. A hálás emlékezetnek érdemes megőrizni a két nemzetet összekötő embereket. Azokat, akik Lengyelországért haltak meg, és azokat, akiknek köszönhetően Magyarországon él a lengyel áldozatok emléke. A katinyi vérengzésként megismert brutális és aljas tömeggyilkosságot a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága 1940. március 5-i politikai utasítására hajtották végre a Szovjet Belügyi Népbiztosság egységei, zömében lengyel tisztek és főtisztek ellen. Az áldozatok száma meghaladta a 20 000-et. A vérengzésnek két magyar áldozata is volt, Korompai Emánuel százados, a Varsói Egyetem magyar lektora, és a magyar családból származó, de már Lengyelországban született Kühnel Oszkár százados. A közép-európai fővárosok közül elsőként Budapesten állítottak emlékművet a katinyi áldozatoknak.